Köszöntöm Önöket a terület és településfejlesztési operatív program pályázat keretében megvalósuló zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban projekt városi piac, piacparkoló és műfüves focipálya átadó ünnepségén. Tisztelettel köszöntöm Sesták Oszkár urat, a Szabolcs-Szatmár-Berej megyei közgyűlés elnökét, dr. Vímei Győző urat, országgyűlési képviselőt, Lackó Zsuzsát a VM Konstruk Kft. Képviseletében, Elek Tamás urat, járási hivatalvezetőt, Aratóné Terjési Mariat, járási hivatalvezető helyettes, Szürke Zoltán polgármester urat, Rádó Zsolt alpolgármester urat, dr. Kórik Zsuzsanna jegyzőasszonyt és Petruskáni dr. Legaza Tímea a jegyzőasszonyt. Felkérem Szürke Zoltán polgármester urat, ünnepi köszöntőjét tartsa meg. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselő úr, tisztelt elnök úr, hivatalvezető úr, alpolgármester és mindenki, aki itt van, nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a Tiszavasvári Zöldváros Központ kialakítása projekt átadó ünnepsége kapcsán, és egy kicsit hivatalosan kezdem, amelynek célja a belváros közösségi és gazdasági építési funkciónak a kiterjesztése volt. És ennyi volt a hivatalos rész, és innentől kezdve én ennek, önöknek egy történetet szeretnék mesélni, egy hatalmas küzdelemről, egy nagy összefogásról, hiszen az, hogy most itt lehetünk, az 6 évnyi küzdelemnek az ára. 6 éven keresztül küzdött a város és alakította, igyekezett úgy alakítani a pályázat sorsát, hogy ez megvalósulhasson. 2016 és 2018 között sajnos nem sikerült a városnak kiharcolnia ennek a projektnek a támogatását, de 2018 őszén egy változásnak következően, én amikor azt mondtam, hogy lebontottuk a falakat és elindultunk kapcsolatokat építeni, az megtörtént, és azokat a projekteket, pályázatokat elővettük, amelyek nem nyertek támogatást. És mivel kinyíltunk, a megyében partnerekre, barátokra találtunk, Tiszavasvári megtalálta a helyét a megyében, és kapcsolatokat építettünk, lobbiztunk, sikerült 2018. novemberében a pályázatra támogatást megkapni. 2019-től indult aztán a nagy munka, hiszen azt az évekkel ezelőtti terveket újra kellett gondolni, de én azt gondolom, hogy nagyszerűen gondolták újra, és nagyszerűen alakították ki azt a közösségi teret, ahol most vagyunk. A mögöttünk vagy mellettünk található parkolót, műfős focipályát, gazdasági épületet, kerékpárutat, járdát, és hát zajlik még egy találkozások háza felújítása, amit mindenki szeret, hiszen kultúra, közösségi élet van benne, és szeretünk oda járni. A városnak nagyon-nagyon fontos ez. És azt gondolom, hogy a városi piac is fontos, hogy itt vagyunk, hiszen nem csak egy piacról beszélünk, hogy idejövünk, megveszünk valamit, hanem segítjük a helyi termelőket. A helyi termelőket, akik megfeszített munkával dolgoznak nap mint nap, hogy valami olyat állítsanak elő, ami a mi kedvünkre való. Nekik ez az új rész, ez hatalmas lehetőséget biztosít, és önöknek is, hogyha mondjuk jó idő esetén, vagy rossz idő esetén ide kell jönniük, hiszen nem fog esni. Ma igyekezett az időjárás elrontani a kedvünket, de szerintem nem fogja. Ha esti fog, akkor sem, hiszen ünnepelni jöttünk. Erre az egyre nem vagyunk hatással, de önök itt vannak és bennünket most segítenek, támogatnak és velünk együtt ünnepelnek. És hát ha már támogatásról van szó, akkor hadd köszönjem meg az elmúlt évek munkáját képviselő úrnak, dr. Vinnei Győzőnek, Sesták Oszkár elnök úrnak, a megyei közgyűlés elnökének és a megyei közgyűlésnek, aki meghallgatta szavunkat és támogatta a projektet. Hadd köszönjem meg azoknak a kollégáknak a munkáját, akik az önkormányzatnál is hát erőn felül teljesítettek, és teljesítenek most is, mert zárójelben 25, közel 25 pályázatunk van megvalósítás alatt. Óriási munka. Az elmúlt 4 évben sorozatosan nyert a város támogatást. És hát a kivitelezőnek is óriási köszönet, hiszen mindenki tisztában van azzal, hogy amikor ez a kivitelezés kezdődött, akkor volt egy olyan gazdasági helyzet, amikor még talán könnyebb volt egy pályázatot megvalósítani, de hát az elmúlt évek során nőttek az építőanyagárak, nőttek a bérek, és a kivitelező becsülettel helytállt, és elkészítette azt a munkát, amit vállalt. Ünnepelni jöttünk, úgyhogy érezzük magunkat ma jól ezen az eseményen,
és én azt kívánom, hogy a velünk való kapcsolat, a jó kapcsolat is maradjon meg az önkormányzattal, Tisztavasári városának a kapcsolata pedig maradjon meg a megyével, mert helyünk van a megyében. Tisztavasári egy meghatározó település a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének, és azon kell, hogy dolgozzunk, mi azon dolgozunk, de önökkel karöltve közösen, a nehéz időkben is összefogva kell, hogy építsük és szépítsük Tisztavasárit. Számítok önökre, önök számíthatnak ránk, és a jövőt Tisztavasváriban szeretnénk építeni, hogy érezzük jól magunkat Tisztavasváriban. És a végére engedjék meg, ez részemről egy meglepetés, hogy a sok-sok köszönet után, amit képviselő úrnak, elnök úrnak és mindenkinek elmondtam, külön megköszönjem önkormányzatunk munkatársának, műszaki osztály csoportvezetőjének a munkáját, Kovács Edinának a munkáját, aki hosszú évek óta, mióta a projekt a kezébe került, ég nappal át éve dolgozik a pályázat sikerén, és hát dolgozik ezen kívül még nagyon sok pályázatén, de azt gondolom, hogy most itt a lehetőség, hogy a nagy közönség előtt legalább egy csokor és egy óriási köszönöm, mert önöktől meg egy nagy tapssal köszönjük meg az ő munkáját, és számítunk rá is a további jövőre. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghallgattak, és a mai nap folyamán még rengeteg rendezvény vár önökre, holnaptól pedig a piacot birtokába veszik az árusok, jöjjenek, vásároljanak, segítsék a termelőket, minden jót kívánok önöknek, köszönöm szépen. Kérem Sesztárk Oszkár elnök urat, mondja el ünnepi beszédét. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő, polgármester úr, kedves tiszavasváriak, kedves megjelentek, én köszönöm a partnerséget Tiszavasvárinak, hogy együtt tudunk dolgozni az elmúlt időszakban képviselőúrral, minden győző képviselőúrral és polgármesterúrral is, polgármesterúrral a megyei közgyűlésben tudjuk azokat a terveket megfogalmazni, határozati, javaslati formákba ölteni, amik a helyieket foglalkoztatják, a településen élőket foglalkoztatják, hiszen a megye ezekben a településekben él. A kicsi településekben, a közepes méretűekben, mint itt Tiszavasvári, és hát persze a megyeszékhelyen is. Nagyon fontos, hogy minden település megtalálja maga helyét ebben az összefogásban, ebben a megyei életben, és Tiszavasvári úgy látom, hogy az utóbbi néhány évben megtalálja a helyét, a szerepét, azt a szerepét, amelyet a korábbi években viselt, a korábbi évtizedekben viselt, azt a rangot, amit elér járási székhelyen, és ennek megfelelően akarja itt a közösséget szervezni, és hát a közösség szervezésnek pedig számos eszköze van, hogy a találkozások házától kezdve egy piacig, hiszen egy piac nem csak bevásárló hely, ez is nagyon fontos persze, hogy a helyi termelőket tudjuk támogatni a forintjainkkal, de találkozás helye ez is. Mindenkit arra biztatok a jövőben, csak akkor menjen máshová, hogyha a piacon nem kapja meg azt, amit keresett. Tehát azután csak minden multi ott utána jön, hogyha itt nem találta meg azt, amit a szükségleteihez, az vasárnapi ebédhez, vagy a reggelihez kell. Tehát először a piacra jöjjünk, utána máshová. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok mindent megtalálunk itt, helyi finomságot, tudunk beszélgetni a termelőkkel, őket támogatjuk ezzel, saját magunkat is támogatjuk, hogyha tőlük vásárolunk, csak másodjára menjünk bármilyen más multi vagy egyéb láznak a bevásárló helyére. Biztos vagyok benne, hogy így lesz ez a jövőben, hiszen olyan infrastruktúrális adottságok vannak, olyan jól megcsinálták ezt a piacot, jól megálmodták, megtervezték, nem grandiózus, nem tudom milyen építmény, de a célnak tökéletesen megfelel, esztétikus, és használják egészséggel, és persze a többi projektelemet is. Örülök, köszönöm szépen a meghívást, és abban, hogy osztozhattam az örömükben. Üres kézzel biztos, hogy nem fogok elmenni, annyi mindent láttam már, hogy vásárolni is fogok. Erre biztatok mindenkit. Köszönöm szépen a figyelmet. Felkérem dr. Rinnai győző képviselő urat, ossza meg velünk ünnepi gondolatait. Tisztelettel és megbecsüléssel köszöntöm a mai átadó ünnepség minden résztvevőjét. Külön is köszöntöm elnök urat, polgármester urat, alpolgármester urat, hivatalvezető urat, kiemelt vendégeinket, és persze természetesen a Tiszavasváriban élő embereket, vagy csak mondhatnám azt is, hogy a környéken élő embereket, mert a városi piacra a környező településről is bejönnek.
engedjék meg nekem, hogy egy személyes mozzanattal kezdjem. Akkor először megismertem Tiszavasvárit, az első olyan alkalom volt, amikor a járási központok kialakultak, és itt volt egy kis gondolkodás, hogy hogyan legyen, de 2013. január 1-én Tiszavasvári lett a járásközpont, akkor még nem az egyéni országgyűlési képviselői kerületemhez tartozott, mert akkor csak Nyíregyháza tartozott, 14-től alakították át a választókerületeket, és akkor megismertem az itt élő embereket, és azt hallottam, ez 14 után volt, hogy jó lenne, hogyha járásközpont lesz, hogy méltó járásközpont legyen, mert ez is hiányzik, az is hiányzik, nem fejlődik, nem nagyon tudtam szót érteni a város, akkori városvezetéssel 14 után, de a vasváriak bíztak bennünk, és akkor elindítottunk egy folyamatot, amely uniós forrásokban, hazai forrásokban, együtt gondolkodásban valósult meg, és jól mondta polgármester úr, én kiszámoltam a napokat, több mint 2100 nap telt el 2016 óta, mióta ez a pályázat beadásra került. Gondoljanak bele, több mint 2000 nap. Először ugye azt kellett megtenni, hogy sikeres legyen ez a pályázat, utána pedig 3 évig kellett dolgozni 2019-től, hogy most itt állhassunk önök előtt. Hosszú volt ez az út, de eljött ez a nap. A másik gondolatom az, hogy sok mindent kell fejleszteni Tiszavasváriban, hogy méltó járásközpont legyen, de az egyik nagyon lényeges a közösségi terek fejlesztése, ahogy hallottuk. Sőt, mellette itt egy gazdasági tér is fejlődik, és a helyi piacoknak nagyon fontos gazdasági szerepe van, meg az is egy ilyen agóra jellege, hogy itt az emberek találkoznak, beszélgetnek, és megbeszélik a mindennapi élet nehézségeit, vagy éppen örömeit. És akkor a másik furcsaság, ami Tiszavasváriba ért engem, én mindig azt gondoltam, hogy a piac szerdán és szombaton van, Nyíregyházán így van, szülőhelyemen így van, Vasváriban meg vasárnap délelőtt van a piac, és akkor rájöttem arra, hogy nagyon logikus dolog ez, jobban ráérnek az emberek, nem szombaton van, vasárnap, talán nem rohanunk annyira, aki nem megy el a templomba, vagy éppen korán reggel kijön és innen megy a templomba, vagy ha bevásárol, onnan megy a templomba, és a vasárnapi ebédet főzi. Tehát ez egy jó hely vasárnap délelőtt, mert talán nyugodtabbak is vagyunk, hogy megbeszéljük a város ügyes, bajos dolgait. A harmadik gondolatom pedig az, hogy ez egy komplex fejlesztés. Nagyon sokat kellett dolgozni, de ez senkit nem érdekel, hogy mi mennyit dolgozunk, megye polgármester. A végeredmény számít, és a komplex fejlesztésnek meg az a lényeg, hogy legyen meg a forrás. Senki nem mondta ki, hogy egy 1,5 milliárd forintról van szó. 446 millió forintról. Nem innen indultunk, természetesen a munkaerő ára és az építőanyag ipari árak is fölmentek, úgyhogy én is nagy köszönettel tartozunk a kivitelezőnek, hogy meg tudta ilyen nehéz körülmények között oldani. Tehát ez egy alacsonyabb támogatási igénnyel elnyert pályázatot, de fokozatosan sikerült kiegészíteni, mindenki hozzátette a magáét, és tulajdonképpen a komplexitásában nem csak ez a piac, nem csak a parkoló, ahogy hallottuk, műfüves pálya, kerékpárút, és még a találkozások háza is meg fog újulni. Úgyhogy én szeretnék gratulálni, most a többi pályázatról nem is beszélünk, mert arról közösen kell majd gondolkodnunk, hogy hogyan sikerül nehéz körülmények között megvalósítani, mi az, amit sikerül egy-két éven belül megvalósítani, tényleg sok pályázat van benn, már az új Top Plus-ból is nyert el Tiszavasvári több pályázatot, azon dolgozunk, hogy egy élhető kisváros legyen, egy olyan 13.200-an laknak itt kisváros, amely, ha elmegyek az ország más részére, akkor büszke vagyok arra, hogy Tiszavasváriban élek. Például először éreztem azt, amikor a vasváriakkal találkoztam, amikor a fürdőt, a helyi fürdők országos versenyén elsőnek megválasztották. Tudják, ez 3 vagy 4 évvel ezelőtt volt, és akkor tudtam meg én is, hogy olyan gyógyvíz van itt, amely vetekszik a hajdúszoboszlói gyógyvízzel, vagy a hévízi
mondjuk a hévízi egy kicsit más, de az ország első két-három gyógyvize között van, és fejlesztésre érdemes a strand is, vagy a strandfürdő, meg a környéke, ezen is gondolkodunk, csak nem lennék őszinte önökhöz, ha nem mondanám el, hogy most egy picit nehéz idők vannak, sok bizonytalan tényező van, éppen a háború és a rezsiárak miatt, tehát most ezt az előttünk álló fél évet nagyon komolyan meg kell tervezni, és utána jöhetnek az újabb fejlesztések, vagy éppen ami folyamatban van, azon dolgozunk. Úgyhogy szeretnék gratulálni Tiszavasvári minden lakosának, az önkormányzatnak, a kivitelezőnek, a megyei önkormányzatnak, amely nagyon sokat segített abban, hogy ez a projekt teljesen összeálljon, és hát vegyék birtokba, és legyen a piac egy igazi közösségi tér, és jól mondta elnök úr, vegyünk helyit, hazait. Nagyon jó dolgok vannak ezen a piacon. Én egyszer már vettem itt a tiszaeszlári mangalisszásoktól az eredeti termék, mert ide mindig eljönnek. Ide jönnek el, Nyíregyházára mennek el, meg a Szerencsi piacra, ahogy hallottam tőlük. Tehát ebben a körben árulnak, és olyan dolgot árulnak, amit a, nem csak hogy a multiknál, egyéb boltokban sem lehet megvásárolni. Úgyhogy szeretnék gratulálni, és remélem, hogy következő átadó, vagy a jövőben több átadó ünnepségen leszünk még itt. Köszönöm szépen! Kedves vendégeink, nem maradt más hátra, mint az ünnepélyes átadás. A szalag átvágására felkérem Sesták Oszkár urat, a megyei közgyűlés elnökét, dr. Vinnői Győző urat, országgyűlési képviselőt, Lackó Zsuzsa a VM Konstrukt Kft. Képviseletében, és Szőke Zoltán polgármester urat.
eljött ez a mai nap is, azt hiszem, polgármester úr, hogy az égiek velünk vannak, hiszen attól függetlenül, hogy meteorológia zúgó esőt mondott, tényleg viszonylag szép idő van. Milyen érzés az, hogy lassan a holnapi nap folyamán a piacosok birtokába kerülhet a piac? Milyen érzés? Én azt gondolom, hogy rendkívül jó érzés, hiszen ha az ember értéket teremt és az emberek kedvére tesz, akkor azt hiszem, hogy ez egy boldogsággal tölti el. És nem csak magamról kell, hogy beszéljek, hogy boldogsággal tölt el, hanem mindenkiről, aki ezt az ügyet, ezt a közös ügyet ezt támogatta. Nagyon nehéz volt, ezt elmondtam a köszöntőmben, és el kell, hogy mondjam itt is, hat évnyi küzdelem van benne, 6 évnyi munka, 2016-os elképzelés, ez tagadhatatlan tény. Viszont 2016 és 2018 között sajnos nem sikerült azt a lobby erőt bevetni, azt a pályázati anyagot letenni, ami támogatást nyert volna, és 2018-tól kezdődött az igazi kőkemény munka és a minden típusú, minden jellegű kő és kapcsolat megmozgatása, mind az önkormányzat, polgármesteri hivatal részéről, mint képviselő úr, megyei elnökről és jó magam részéről. És az érzés most felemelő, én azt hiszem, mert elkészült, itt vagyunk, küzdött a kivitelező, hiszen az építőanyagárak az egekben voltak, a kivitelezés során változtak folyamatosan, de megcsinálta. Küzdöttek a műszaki munkatársak, akiknek dolgozniuk kellett azon, hogy a különböző paramétereken úrrá legyenek. Küzdöttünk mi is, mint önkormányzat, mert nap mint nap szembesültünk az újabb kihívásokkal, de megyünk előre és nem adjuk fel, és ennek a örök küzdelemnek és kitartásnak az eredménye lett az, hogy itt vagyunk több mint 1000 négyzetméternyi fedett piac téren, térkövezéssel, kész van a 86 férőes parkolónk, kész van a közösségi tér, a műfős focipálya mellett, a gazdasági épület, kész van a kerékpárút, a járda, és kész lesz a találkozások háza. Tiszavasvári közel 500 millió forinttal gazdagodott, szebb lett, épül. A rossz idő sem fogja a kedvünket elvenni, ha fúj, ha esik, ha hó lenne, az sem érdekelne bennünket, mert ünnepelni jöttünk, és örömmel tölt el bennünket ez a nap, úgyhogy rendkívül jó érzés itt lenni, és bízom benne, hogy a tiszavasváriaknak, és az idejő városoknak is az lesz. Ha már érzés, beszélgessünk kicsit őszintén, ahogy szoktunk. Az milyen érzés, hogy a városlakók egy jelentős része örömmel fogadta ezt, hogy tényleg újabb létesítmény lesz. Viszont volt egy szűkebb réteg, aki ellendrukker volt. Ellendrukker mindig van, mindig volt, mindig lesz. Nem az ellendrukkerek fogják meghatározni az én hangulatomat, a város örömét, hanem azok az emberek, az a csendes többség, aki ennek örül, örömmel tölti el az, hogy nem rombolunk, hanem építünk. És ennek ő is a részese. Hiszen nem mindegy az, hogy ő hol tölti a mindennapjait. Hol él, milyen körülmények között van, hogyan érzi magát az adott településen. Például a kritikák sora között nagyon-nagyon sok minden volt a parkolóval kapcsolatban, a piaccal kapcsolatban. Én egy képet szeretnék felvázolni a tiszavasváriak fejében, és az ellendrukkerek fejében is. Emlékezzenek vissza, hogy milyen volt az a tér, az a közös közterületünk, ahol a közmunkás telephely, mondjam ki, égtelenkedett a városközpontban, nagyon csúnya és nagyon romos állapotban, ahol gaz verte fel a közterületet, és most álljon meg itt a piac mellett, tekintsen le a strand felé. Van egy gyönyörű szép parkolónk, ahol kulturált körülmények között sármentesen tudnak majd a piacra járók parkolni, vagy strandra érkezők. Van egy gyönyörű szép közösségi terünk, van egy műfőves focipályánk, az első műfőves focipálya egy 13 ezeres városban, más városok már lelaktak műfőves focipályákat, és a közmunkás telephelyünk helyett van egy gyönyörű szép épületünk. Ezt a két képet villantsa fel mindenki a gondolatai között, és döntse el, hogy ez hasznára volt-e ez a projekt a városnak, vagy sem. Én azt mondom, hogy igen, és azokra a hangokra hallgatunk, akik bennünket támogatnak, azokkal az emberekkel építjük a kapcsolatot, akik Tiszavasvári támogatják, mint ahogy itt is elhangzott, Tiszavasvári régen megérdemelte volna azt, hogy járásközponthoz méltó legyen, sajnos az elmúlt időkben nem működtek ezek a kapcsolatok, most megtaláltuk a helyünket a megyében, az országban, és tudjuk az akaratunkat érvényesíteni. Tiszavasvári tovább fog épülni, sokkal több átadó ünnepségünk fogunk találkozni az elkövetkezendő időkben, mint eddig, hiszen most érik be a munka gyümölcse.
Ma szombat van, holnap vasárnap piaci nap. Láthatjuk ezt Szőke Zoltán polgármestert fonott kiskosárkával a karján bevásárolni a vasárnapi ebédhez. Hát fonott kiskosárkával nem, nekem a csíkos szatyor a kedvencem. Szíj, Melinda. Ő is ezt támogatja. Egyébként szoktam piacra járni, szeretek ide járni, jó az emberekkel találkozni, jó az emberek között lenni. Most meg remélem, hogy ilyen körülmények között még jobb lesz majd újra látni őket és velük beszélgetni. Csak annyit mondhatok így a beszélgetés végén a várostagok nevében, hogy köszönjük. Mi is köszönjük a támogatásukat. Polgármester úr szavaival élve épül, szépül Tiszavasvár, és azt mondja, hogy ebben nagyon nagy szerepe van dr. Vinnei Győző egyéni országgyűlési képviselő úrnak. Képviselő úr, átadásra került ismét egy jelentős beruházás, aminek nem kevés része volt önnek is benne. Sokat vártunk rá, hiszen elmondtam a köszöntőmben, hogy több mint 2000 nap telt el a pályázat beadása óta. Először a pályázati elemek elbírálása is elég hosszadalmas volt, mint az uniós forrásoknál. Végeredményben 2019-ben nyert ez a Zöld Város program, amely több elemből áll, és én úgy tudnám összefoglalni, hogy gazdasági és közösségi funkciói vannak itt a belvárosban. Tehát van benne egy nagyon fontos elem, a városi piac felújítása, fedett részek kialakítása, parkoló kialakítása. Van benne egy nagyon fontos rész, amely itt a strandhoz vezető kerékpárút aszfaltozását jelenti. Tehát én azt gondolom, hogy az itt élő emberek jogosan fogalmazzák meg azt az igényt, hogy infrastruktúrálisan javítani kell Tiszavasvárin, mert Tiszavasvári mondjuk úgy, hogy az elmúlt évtizedekben, talán mondhatnám úgy, de az elmúlt évtizedben biztos 2010 és 2018-19 között helyben járt. Emellett van benne közösségi, kulturális, sportrész is. Itt vagyunk a műfüves pálya mellett. Én azt gondolom, hogy mivel a vasváriak szeretik a sportot, az itt élő emberek nagyon szeretni fogják ezt a pályát, és ide fogják hozni a gyermekeiket is, de akár felnőttek is játszhatnak itt mérkőzéseket. Emellett a találkozások háza is ebbe a programban van, mint a találkozások házának felújítása. Az még nem fejeződött be. Mintegy 450 millió, pontosan 446 millió forintos programról van szó, tehát 500 millió forint, az nem kevés. Többször kellett ráemelni, mert ugye az építőipari anyagárak, meg a munkaerő ára is változott, de sikerült ezt az első nagy lépést megtenni, és szeretnénk folytatni, hiszen Tiszavasváriban van egy felzárkóztató program, vannak új topos, top pluszos pályázatok, energetikai program, a múltkor nagyon örültem az óvoda átadásának, tehát lépegetünk előre, ez csak úgy lehet, hogyha megtervezzük, hogy mi a fontos számunkra, az emberek is elfogadják ezt, meg el is mondják, hogy erre szükség van, nem is kérdés, hogy szükség van, és nehéz időkben vagyunk, tehát nagyon meg kell tervezni, hogy a város hogyan működjön, hogyan, milyen fejlesztéseket valósítson meg, valamit egy kicsit háttébb kell tenni, amely az energiát fogyasztja, és van, amit előrébb kell hozni, elsősorban a képzéseket, infrastruktúrális fejlesztéseket. A megnyitó hallottuk, hogy mikor lett ez a pályázat beadva, most 2022-t írunk, nyilván azóta néhányszor történt áremelés, és ez azzal jár, hogy ez a kivitelezés nyilván annyival többe kerül. Ez azt jelenti, hogy önöknek ennyiszer kellett megharcolni azért, hogy meglegyen a rávaló? Igen, mert 369 millió forint volt, tehát közel 370 millió forint volt az eredeti pályázatban, és kétszer sikerült ráemelést kérni. Természetesen ott a kormánynál is tudják, hogy változnak az árak, és mivel az idő telt, kétszer a megyei önkormányzat is pozitívan küldte föl az irányítóhatóságnak ezt az emelést, ugye 15%-ig nem kell kormányhatározat, a fölött pedig kell, de két lépésben tudtuk emelni, tehát 370 millió helyett 450 millió forintot tudnak erre a programra fordítani a helyiek. Polgármester úr elmondta, hogy van még néhány jelentősebb beruházás Tiszavasváriban, ami természetesen önnek is köszönhető, és azoknak is lesznek majd átadási ünnepsége, ahol nagyon szeretnénk ott lenni, bízva abba, hogy hiába az energiaválság és az emelkedő építőanyag árak miatt meg tudjuk valósítani. Természetesen ez nagyban köszönhető önnek is.
Két fontos folyamatot látok. Az egyik, hogy az önkormányzatnak a működésre koncentrálnia kell, hogy az intézményeit működtetni tudja, kötelező feladatait el tudja látni. Itt gondolok a bölcsődei, óvodai, szociális intézményre, és a vállalt feladatait, amely a kultúrához, sporthoz kapcsolódik meg a civilek munkájához, azt mindenképpen egy adott szinten sikerüljön fönntartani. Ami a fejlesztéseket illeti, annak két nagy vonala van, az egyik az uniós források, a top pluszos források elindultak, az élhető településben már tiszavasvári pályázat energetikára, csapadékvízre komoly forrásokat nyert el, de természetesen függ az is, hogy mikor indulhatnak el ezek a fejlesztések az Európai Uniós források megszerzésétől, amiben, hát, amire nagy reményünk van november 19-ig, de ezt én sem tudom most pontosan megmondani. A másik a hazai források alatt a belügyminisztériumi forrásokat értem, a modern városok forrásait, amiben most egy kis önmérsékletet kell nekünk is tanítani, hiszen ha 22-23 elejét átéljük, túléljük, kimerem mondani, hogy túlélésre is egy kicsit be kell rendezkedni, vagy véget ér a háború, akkor az infláció is mérséklődik, illetve az energia árak is megfeleződhetnek. Ebből a szempontból én optimista vagyok, azt gondolom, hogy Tiszavasvárnak sok jó pályázata van, és reménykedünk, hogy minél többet meg tudunk valósítani, és akkor egyre többet jövök a városba. Nem véletlenül beszélgetésünk helyszíne, hiszen itt látszik a háttérből a műfűves kis pálya. Elképzelhető egyszer dr. Vinnei Győzőt látjuk itt focizni? Ez egy jó végszó, igen, mert magam is nagyon szeretem a labdarúgást, és éppen 50 évvel ezelőtt, 12 éves voltam, amikor az akkori diák olimpián megnyertük az országos versenyt a nyírteleki csapattal, úgyhogy nekem a foci szívügye. Mindig új arcára mutatkozik a képviselő. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget! Sesszár Kosztkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke, nagy szeretettel köszöntöm, és köszönjük, hogy megtisztelte ezt a mai rendezvényt. Elnök úr, én úgy gondolom, hogy ez a mai átadással ismét gyarapodott a megye. Valóban elsősorban azért persze a tiszavasváriek, hiszen ők fogják használni nap mint nap ezeket a létesítményeket, illetve a környékbeliek. A piacra biztos, hogy környékbelül sokan be fognak jönni, és ahogy mondtam itt a köszöntőmben is, remélem minél többen fognak a piacon vásárolni, és mindent, amit lehet, először ott vegyenek meg is. Ami ott nem lehet kapni, azt vegyék csak meg máshol, más boltokban, multinonszer szélboltjaiban, hiszen ezzel saját magunkat is támogatjuk, hogyha a helyi termelőket támogatjuk. Itt marad a pénz Vasváriban, Vasvári környékén, itt hasznosul az a hozzáadott érték, amit a termelők nap mint nap előállítanak dolgos munkával, akár a méhészek, akár a zöldségtermelők, vagy a almások. Ez nagyon fontos a helyi közösség gazdasági életében is. Ugyanakkor viszont a piac az találkozási hely is. Itt tudnak az emberek eszmét cserélni egymással, gondolatot cserélni egymással, jól érezni magukat. A kettős hasznosításval lehet ezt mondani, így is ez a piac. És hát a többi létesítmény is itt a mögöttünk látható műfűves pálya, mely a fiataloknak jelent új szórakozási, kikapcsolódási és sportolási alternatívát, lehetőséget. Úgyhogy remélem, hogy minél többen fogják használni ezeket a szabadtéri létesítményeket, és persze majd a megújuló találkozások házát. A megyei önkormányzat támogatta ezeket a beruházásokat a területi operatív programon keresztül. Végülis a ráemelésekkel együtt majd 450 millió forint hazai és európai uniós forrásban ebben. A következő időszak fejlesztései pedig hát nagyon át kell gondolni, hogy milyen fejlesztésekkel készülnek a vasváriak, de biztos vagyok benne, hogy ilyen jól átgondolt javaslatokkal állnak elő a jövőben is. Egy kicsit nézzük már a paravánok mögé, amit mi emberek nem látunk, hétköznapi emberek. Ilyenkor, mikor különféle igények mennek, vagy ki mit szeretne még városba, mennyire megy el a harc, mennyire kell lobbizni érte, akár megyei szinten, vagy akár felországos szinten is. Azokért a pályázatokért, amiket mi kezelünk a megyei önkormányzat programok alapján, ír ki pályázatokat, hogy igazán jó pályázatnak kell lennie. Jó pályázat írni úgy lehet, hogyha megnézzük a pályázati kiírást, és összevetjük a helyi igényekkel. Ha a kettő találkozik egymással, tehát jól megfelelünk a pályázati céloknak, és a pontozás jól alakul, akkor sikert érhetünk el. Persze van a megyei önkormányzatnak is lehetőség ebben a folyamatban, és igyekszünk olyan partnerségeket kialakítani a településekkel, amelyek valóban építik a megyét, megtalálják azt a helyet a városoknak, a kisebb településeknek, a pár száz fős falunak, a 13 ezeres kisvárosnak, mint Tiszavasvári ebben a város szerkezeti hálózatban, és olyan pályázatokkal jelentkezik
a település, amely a település szerkezetben elfoglalt helyéhez illeszkedik, akkor sikerre van ítélve a pályázat. Magán jellegű kérdés, ön szokott piacra járni, és ebből adódik, hogy szokott-e főzni? Szoktam, a vasárnapi ebédben beszoktam segítkezni, valamikor én is főzöm meg a vasárnapi ebédet, van olyan recept is, vagy olyan helyzet is, amikor ezt én készítem el, előtte pedig a piacra megyek. Hát elsősorban nyíregyházi piacra, de nagyon csábító a lehetőség, hogy hallott, még vasárnap van a piac, vagy egy vasárnapi piacra kijöjjek. Most alaposan felpakoltam, tehát a következő két hétre gyümölcsel és zöldséggel el vagyunk látva, de biztos még karácsony előtt lesz módom kijönni ide a tiszavasvári piacra, és vasárnap felfedezni a piacnak a forgatagát. Mint a megyei közgyűlés elnöke, végig tud menni nyíregyházán úgy a piac, hogy valaki valamilyen problémával ne állítsa meg? Nem, de ez öröm, hiszen ez a találkozási lehetőség az emberekkel, a közvetlen visszacsatolás. Valóban már sokan ismernek, megismernek az árusok vagy a vásárlók között is. Ez egy jó lehetőség arra is, hogy beszélgessünk az emberekkel. És akkor az előbb hallottunk valami titkos receptet, hogyha végül most megosztanál velünk. Hát én vadat szoktam, ha főzök, vagy oda kerülök a konyha közelébe, illetve birkát, birkapörköltöt nagyon szeretek készíteni, és talán tudok is, de ezt szoktam például. De marhát is, marhapörköltet is nagyon szívesen vállalkozok rá, ezt a feleségem kevésbé tudja, ezt a műfajt. Hagyományos módszerekkel, vagy pedig van olyan saját recept, ami alapján kicsit másabb, kicsit ízesebb, mint a többieké? Igyekszem a hagyományos módszerekkel csinálni a birkapörköltöt is. Már amennyire ezt tűzhelyen imitálni lehet a bográs helyett. Bográsra ritkán van lehetőségem. Nagyon szépen köszönöm, és köszönjük önnek is ezt a mai átadási ünnepséget, és azt, hogy egyáltalán lehetett Tiszavasvárnak új piac, aztán a kiszolgálóhelység és a műfős focipálya. Én köszönöm a Tiszavasváriaknak a partnerséget. Thank you.
az első műfős focipályánkat avatjuk, és hát itt vannak remélem a jövő bajnokai, a jövő focistái, és azok a szülők, akik majd fognak örülni azoknak a sikereknek, amiket ezek a gyerekek majd a jövőben elérnek. Mi megpróbáljuk azt a lehetőséget biztosítani, mint önkormányzat, hogy a lehető legjobb körülmények között sportoljanak, készüljenek a gyerekek a versenyekre, legyenek edzettek, és ha nem is lesz belőle élsportoló, de érezzék jól magukat itt Tiszavasváriban. Ahol most vagyunk, ugye, mint mondtam, a város első komoly műfős focipályája, és hát, hogy tudja mindenki, 6 év munkája van ebben a pályában, ebben a parkolóban, a piacfelújításban, és amiről még nem beszéltem, a találkozások háza felújításában, hiszen az is folyamatban van. De beszéljünk ma a tornáról, beszéljünk a bajnokságról, és a gyerekek ugye küzdeni, harcolni akarnak majd győzelemért. Én erre térnék rá. Szeretném megköszönni a gyerekeknek, hogy itt vannak, szeretném megköszönni a szülőknek, hogy ebben a hát kiszámíthatatlan időjárásban elhozták a gyerekeket, és az azért is fontos, mert meg kell tanítani őket küzdeni, nem csak napsütésben, jó időben lehet sportolni, meg kimenni a közösségbe, hanem lehet egy kicsit morcosabb időben is, és akkor edzettebbek leszünk, meg keményebbek leszünk. Így van, srácok? Így legyen, oké. És a mai torna az egy rendkívül fontos, ők az elsők, akik itt felavatják a pályát, valaki majd meg fogja nyerni ezt a tornát, és ez szerintem ilyen nagy betűkkel kerül be majd az ő életükbe, meg a szülők életébe. Szeretném megköszönni a szervezőket, akik a tornát összehozták, Fazekas Viktor, Marci, Petruska Zoltán, Szabó Zoltán, Leányvári Attila, és hát ugye az ekiknek a dolgozóinkat nem sorolnám most fel végig, akik minden erejünket latba vetve megtesznek mindent azért, hogy jól érezzük magukat. Köszönöm, hogy itt vannak, köszönöm, hogy itt vagytok, jó sportolást kívánok mindenkinek, és hát ezt követően majd ugye birtokba lehet venni ezt a pályát, birtokba lehet venni a mögöttem látható kiszolgálóépületet, ahol van öltöző, mosdóhelység, közösségi helység, mozgáskorlátozott mosdóhelység, mit hagytam ki, és majd hát remélhetőleg tavasszal lesz egy kis kiszolgáló egység, egy büfé, ahol meg lehet inni egy üdítőt majd a szomjas fiataloknak. Úgyhogy ez a tér, ez a mai napon átadásra kerül, érezzétek jól magatok, hogy jó sportolást, jó egészséget mindenkinek, hajrá Tiszavasvári! Háttérben az új műfüves focipálya is fel is lett avatva, hiszen ahogy látjuk, apró kis gyerekek szaladgálnak és élvezik. Fazekas Viktor, nagy szeretettel köszöntöm, aki Tiszavasvári labdarúgásának jelentős személyisége. Viktor, mit jelent ez a gyerekek számára? Egy újabb lehetőség? Nagyon remélem, hogy ez egy újabb lehetőség lesz a gyerekeknek, ugyanis hál' Istennek végre sikerült a műfüves pályát átvennünk, birtokba vennünk, és hát ugye volt egy felkérés a polgármesteri hivatal részéről, hogy csináljunk egy ilyen rögtönzött kis tornát a gyerekeknek, és hát ugye a tiszavasvári gyerekek vegyék elsősorban először igénybe ezt a pályát, és hát gyorsan meg is szerveztünk egyet a tiszavasvári ESE és a tiszavasvári SK gyerekeiből csináltunk 4 csapatot, és hál' Istennek annak ellenére, hogy nem annyira jó az idő, rengeteg gyerek eljött, és velük elkísérték őket a szülők is, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, rengeteg gyerek van itt a mai tornán, és hát remélem, hogy nem fog esni az eső, amíg befejezzük a tornát. Mennyire kellett noszogatni a gyerekeket? Gondolok itt arra, hogy tényleg a mai világban többször beszéltünk már arról, hogy a számítógép, telefon, ilyesmi elveszi az eszüket, idézőjelben, és az idejüket. Az igazság az, hogy
picit mi is meg voltunk ijedve itt a torna elején, hogy ugye leszakadt az ég, és hogy kevés gyerek fog, illetve a szülő fog kijönni a mai tornára, de hál' Istennek csalódást okoztak nekünk a szülők, mert meg a gyerekek is, mert tényleg nagyon sok gyermek és szülő kijött. Én azt gondolom, hogy akik hozzánk járnak az egyesületbe sportolni, valahogy úgy kicsit úgy átszellemültek, és azt kell, hogy mondjam, hogy hál' Istennek inkább a sportot és a focit tartják szem előtt, mint a számítógépet, és ez pozitív. Nézem itt közben a háttérben, hogy ezek még apró gyerekek, tehát szerintem igen, csak most kezdhették a labdarúgást. Amerre megy a labda, arra szalad mindenki, ez a mély vagy darás szindróma. Hát a gyerekeknél még igen, tehát 2014-15-ös születésű gyerekek vannak itt elsősorban, és hát ugye náluk taktikáról még nem nagyon beszélhetünk. Itt a gyerekeket biztatjuk arra, hogy szeressék meg ezt a játékot, cselezzen bátran, passzoljon bátran, és csináljon mindent azt, amit ő igazából szeretne. Tehát nem befolyásoljuk a gyereket, hagyjuk játszani őket. És végül egy végszó, hogy ez a pálya mit jelenti Szabadsvájt város életében? Nagyon sokat jelent, még egy lehetőséget több arra, hogy a gyerekek tudjanak focizni, mozogni, sportolni. Reméljük, hogy majd tehát a Lombik pályán is megépülhet majd egy hasonló, de azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon jó, és azon leszünk, hogy minél több tornát rendezünk ide a gyerekeknek. Egy asszony, hatod ad egy varason.
A mosvári piacon, almát árul egy asszony, jaj, de áldott egy asszony, hatott ad egy garason, piros álma csünga fán, szakítsd ezt el barna rán. Leszakítom, megeszem, mert az almát szeretem. Piros álma csünga fán, szakítsd ezt el barna rán. Leszakítom, megeszem, mert az almát szeretem. Itt a kajak, kerek kajak, fogd el ősem, mert elszajad. Kicsit zsíjas, kicsit kajja, a fél egy a kajja. Ez a cipő eladó, nincs több, esse. Lehet benne kutyagolni, gyalog Budapestre. Ha a tarka elkopik, a tarkadon járhatsz, nagyon olcsó megkaphatod, jóvá hát csinálod. Van itt minden, ami kék, babos, kendő, hupikék. Minden olcsó, megkaphatod. Csak egy pengő, csak. Tessék, jó portéka, ennek sincsen maradéka. A vasvári piacon az, túl egy asszony, én megveszem túl rúdat, a legszebbik lányodat. Hogy, száz forint a csipe ára, lecsapom az asztalát.
Whenever, if ever, I roll up and stone up. Any ghetto will tell you Nas help grow what's up. My face once graced promotion with Sony trucks. 100 million in billing, I helped blow them up. Gave my nigga my right, I could've gave left. So like my girl Foxy, a nigga went deaf. So nigga, who's your top 10? Is it MC Shan? Is it MC Ren? Down the road, I get the feeling that I should have been home yesterday.